tél van. Kellemetlen, hideg, nyírkos, párás idő fogadott itt a vízparton. Énkor még jól esik a meleg tea. Azzal gondolom nem mondok el sok újat, hogy a hidegvízi pontyhorgászathoz végletekig lefinomított fészerelékre és olyan csalogatanyagokra van szükség, amelyek kifejezetten erre az időszakra készültek. Az az észszerűség határain belül lefinomított metod technika, amit ma be fogok mutatni, már sokszor húzott ki nehéz helyzetekből. Főleg olyankor mutatja meg fogosságát, amikor tudjuk nagyon jó, hogy a meghorgászott helyen ott tartózkodik a hal nagy mennyiségben. De minden megfogásukra tett kísérlet kudarcot van. Hogy mi ennek az oka? Az, hogy télen a nagy mennyiségben összetorlódott halak számára mi horgászok olyanok vagyunk, mint az elefánt a porcelánboltba. Dobáljuk a nagy kosarakat, csobogunk, adjuk mértéktelenül a finom etetőanyagokat, az erős aromákat, a még erősebb attraktánsokat, és mindezzel ellentétes hatást váltunk ki. Pedig az a hal, ami ott van, azt meg is lehet fogni. Hogy hogyan? Menjünk a vízpartot, megmutatom. Téli horgászatok sikeressége nagyrészt azon múlik, hogy tartózkodik-e hal a horgászhelyünk közelében vagy sem. Éppen ezért a mai horgászatom helyszínéül egy olyan állást választottam, ahonnan legyezőszerűen tudom végigpásztázni az előttem fekvő vízterületet, ahol csak találok halat. Na, erről a helyről beszéltem. Kicsit saras, de amint látható, van helyen bőven. Ígéretesebbnél ígéretesebb haltartó helyek vannak a környéken. Megpróbálom. Mondom, már sokaknak szemet szúrt az átlagosnál kisebb kosár, amit azért használok, hogy halkan tudjam bejuttatni a végszereléket, és nem szeretnék sok etetőanyagot bejuttatni, hiszen véhetőleg a halak már ott tartózkodnak, ahova dobok. Ez itt a kezemben nem más, mint a Haldorado Method Flat kosarak legújabb változata, a Haldorado Method Flat Mini. Ez a pirinyó kosárka jóval kisebb, mint a normál méretű 30 g-os flat kosár, és szinte eltörpül az 50-70-100 g-os méretektől. A Haldorado Method Flat Mini 20 és 30 g-os változatokban fog forgalomba kerülni 2016 elején. Tulajdonképpen a használatában semmiképp sem tér el nagyobb társaitól. Egyedül annyi, hogy ezzel lényegesen finomabb horgászatot lehet kivitelezni. Kifejezetten ajánlott akkor, amikor a lehellett finom ponthorgászat a cél. Főleg nagy nyomású vizeken, télen vagy horgászversenyeken lehet jól alkalmazni. Úgy látszik, hogy jó helyre dobtam, mert el is húzta valami azonnal.
Lehet, hogy ponty lesz. De nem ponty, akkor is jobb dévér. Nem szeretek ülve fárasztani, de ebbe a dágványba valahogy nem olyan egyszerű fölkelni. Ebben a hideg vízben már nem nagyon küzdenek, itt a szélében megbokrosodott. Csak fel kell állnom. Nem túl nagy ponty, de megdolgoztatja ezt a vékony pecát. Gyorsan jött viszonylag. Na, megvan a nap első hala. Korábban jött, mint vártam. Hát kit érdekel? Gyerünk a matracra. Hát ő lenne a nap első hala. Oda dobtam, ahol éppen lakott, ahol éppen tartózkodott. Nem is kellett neki csak pár perc, hogy megtalálja a csalit. Erről szól a téli horgászat. Hihetetlen, hogy ezekkel a pici méretű kosarakkal milyen nagyot lehet dobni. Mondjuk ez megfelelő bot is kell. Jelenleg a Sprotin Fader Super Sensitive by Döme Gábor botokkal horgászom, 360 és 330-as hosszokban. A rövidebb változatta itt a szembe lévő nádfalat dobálom, ez a közelebb eső területem, míg a másikkal a távolabb eső helyeket próbálom meg meghorgászni. Ez a 360-asra azért már el lehet dobni olyan 40-50 méterre kényelmesen, a 30 grammos lett kosárral. Szépen elhúzta a csontit. Sikerült egészen bedobnom oda a bokor alá. És hát ez azt bizonyítja, hogy lakott ott valaki. Nagyon óvatosan bánok vele, bár ez a bot ez olyan, hogy képes karikába hajóva dolgozni. De ebben az időszakban már minden hal aranyat ér. Hihetetlen ez a kis pálca. Nem is nagy a pont, de dolgozik rendesen. Ott van a szája sarkában a spéci maga. Kis szakáll nélkül horog, milyen szépen megakadt neki. Kifáradt már. Megmerítem. Itt van a csali, egészen a szája szélébe akadt, jó helyre. Ez egy kis guminyű adta ezt a pontyot. Nem egy kapitális egyed, de hát ez ebben az ínséges időkben ez is megteszi. Mivel ennek az etetőkosárnak a befogadó képessége nagyon kicsi, egyáltalán nem mindegy, hogy mi kerül bele. Olyan etetőanyagra van szükség, ami kis mennyiségben is hatásos lehet, és nem kell gyanút a legóvatosabb pontyban sem. A Flu Energy termékcsalád eddig arról volt híres, hogy mind színben, mind ízben nagyon figyelemfelkeltőek. Nos, ezeknek gyökeres ellentéte az új Flu Energy fekete erő. Ez a keverék, ez olyan fekete, amilyen fekete csak lehet. Természetesen a vízben már látványos, hiszen ódódás közben teljesen olyan hatást kelt, mint a felkavarodott ajzat. Ez felkelti a hal figyelmét, de ugyanakkor elaltatja a gyanakvását, hiszen természetes dolgot lát. Megosztok még egy műhelytitkot erről a keverékről. Ez nem más, mint a 7 éve legsikeresebb haldurádó etetőanyag, a peletes fekete, finom szemcsés, kifejezetten metod technikához adaptált változata. A peletes feketével szemben ez szinte robbanásszerűen oldódik ki a kosárból, ami a metod technikához elengedhetetlen. A peletes fekete már bizonyított, de mint tudjuk, a jót is lehet még jobbá tenni. Ennek az ékes példája ez a keverék.
Az etetőanyag megnövelt halliszt és halolaj tartalma csábító a pontyok számára, az év bármely időszakában eredményesek lehetünk vele. Azonban, ha nem lennénk elégedettek ennek a keveréknek az aromatartalmával, akkor a fluoflavor fekete erő aromával tovább gazdagíthatjuk azt. Megint a bokor alól jött a hal. Szép óvatos kapása volt. Meghúzta és megtartotta, de nem vitte tovább. Úgy érdekes, nehéznek tűnik, de biztos vagyok benne, hogy nem egy kapitális egyed. Ezzel a lájbottal nagyon gyorsan part szélbe lehet kényszeríteni a halakat. Hideg már a víz nekik. Még egy-két tiszteletkört menne, aztán meg lehet meríteni. Szép pikkelyes pony. Láthatóság kedvéért feltettem egy ilyen sárga színű spéci maggot, méghozzá narancsos ízesítésbe. Szerette ezt a citrusos dolgot ez a pony. Egy újabb téli vendég, nagyon szép élénkszínű farokúszója van. A 2015-ös év egyik sikerterméke volt a Micrometod Feed Pellet. Sikerességének az egyik titka az, hogy nagyon könnyű elkészíteni, míg a másik, hogy nagyon fogós. Egyértelműen a szelektív ponthorgászat etetőanyaga ez, kifejezetten metod technikához. 2016-tól a Haldorado Micrometod Feed Pelletek családja is bővül a fekete erővel, és ezzel a pici kosárral kombinálva akár egyetlen doboz elegendő ahhoz, hogy egy téli néhány órás horgászatot végig tudjunk pecázni. Az előző év másik sikerterméke a Fluo Essencia volt. Ezzel a nagyon ötletes pumpás aromával lokálisan lehet kezelni a metód kosár közepét, ezért kis mennyiségben is sokkal attraktívabb, mint hasonló társai. Ahogy az összes Fluo Energy etetőanyag ízében, ugye a fekete erő ízvilágban is készült Fluo Essencia, amely nagyon magas halolajtartalommal bír, így szinte kirobban a kosárból. Nagyon látványos a működése, rögtön bemutatom. Elég egyetlen csepp ebből az aromából ahhoz, hogy a halolaj robbanásszerűen elkezdjen oldódni, és akár távolról is a kosarunk közelébe tudja csalni a pontyokat. Erre a természetes hal ízre mindig vevők a pontyok. Mint azt láthatták, ez villámgyorsan terjed a vízben, de használat közben ez azért nem működik ilyen drasztikus gyorsasággal, hiszen a pelletszemek vagy az etetőanyag szemcsék lerögzítik, kicsit megfogják ezt az aromát, és a kosár belsejéből folyamatosan törnek elő, folyamatosan pattannak fel ezek az olajcseppek. Láttam arra egy halugrást, igaz, hogy a hátam mögött van, de megkockáztattam, hogy bedobom oda a szereléket. Ott hagytam 3-4 percig, de szép lassan elkezdett hajolni a spicc. Amit látható, meg is akadt a hal, csak félek tőle, hogy bemegy ide oldalra mögöttem lévő nádas mögé. Lassan, de biztosan kezdi megadni magát a hal. Szép pikkés. Nagyon lassan mozog. Még azért kér egy kis zsinót. Ú, de szép hal. Ott virít a szájába a spécikon. Felszippantotta a könnyű csali. Na, ez már meg lesz. Azért csak van még benne erő. Ez egy igazi szép téli ponty. Megmutatta magát. Láttam, hogy ott fordult, rádobtam, és meg is fogtam. Tulajdonképpen becserkésztem ezt a szép halat.
A haldorádós pécikon már sokak számára ismerős, hiszen forgalomba kerülése óta több ezren szavaztak neki bizalmat. Ami azonban újdonság, az a haldorádó spéci magot, ami nem más, mint egy csonti imitáció. 6 különböző ízben kerül forgalomba, eper, ananász, vajsav, narancs, nagydévér, és természetesen naturváltozatban is kapható lesz. Hogy miért van létjogosultsága a plasztik csontina? Nagyon egyszerű. Egyrészt lebeg, ezáltal használható különböző csali kombináció kikönnyítésére is, de akár önmagában is feltűzhető a horogra, és ezáltal egy balanszírozott, pici csalit kapunk. Mindemellett van még egy nagyon jó tulajdonsága, hogy bizonyos szintig szelektáltjuk fel a halak méretét is. Ezt hogyan értem? Ékes példa ennek a mai horgászat. A csővári barinató, ahol ma horgászom, bővelkedik pontyokban, ám mellettük nagyon gazdag a fehérhal állománya is. Élő csontival szinte kizárólag dévérkeszeget lehet fogni. Hogy miért? Mert a puha, lágy csalit könnyen befordítja a szájába a dévérkeszeg, viszont ha nagy csokrot teszek föl, akkor pedig a pontyokat is kizárom, hiszen már ők se táplálkoznak olyan intenzíven. Ennek kiküszöbölésére is kiválóan alkalmas ez a műcsonti, hiszen merev, ezáltal a dévérkeszeg nem tudja befordítani a szájába, így a horog nem tud megakadni. Ezzel időt nyerünk, hogy talán úszik arra egy ponty, ami felfigyel a dévérkeszegek nyüzsgésére, és annak már nem fog akadályt okozni, hogy felszippantsa ezt a pici, pillekönnyű csalit. Használta roppant egyszerű, fel kell húzni, mint egy élő csontit horogra, szépen az öblére állítani. Használatánál oda kell figyelni arra, hogy a horog öblén helyezkedjen el a műcsonti, ugyanis hogyha ráhúzzuk egészen a horog szárára, akkor be fogja pödörni az előkét. Ugyanígy járunk akkor, hogyha nagyon a horog hegyéhez tesszük, vagy ráhúzzuk a horogra, ahogy az élő csontit szoktuk, így is be fogja pörgetni az előkét. Tehát egyetlen egy módszer van egy szem szilikoncsonti felkínálására, az pedig az általam használt módszer, így biztos nem tekeri az előkét. Minden horgászat előtt érdemes egy kis időt szánni arra, megnézzük egy vödörvízbe, hogy áll a csalink. Én ezzel a 18-as szakáll nélküli aprócska horoggal már kipróbáltam, hogy egy szem spéci magot elemeli a fenéktől a horgot, csak az a baj, hogy az egész előkét megemeli. Nagy előnye ennek a plasztik csalina, hogy méretre lehet vágni. Egy óló segítségével a vastag végéből lekapok két gyűrűnyit, kicsit levágom a széleit, és visszatűzöm a horogra, és leellenőrzöm, hogy így most már remélhetőleg csak a horgot fogja elemelni. Tökéletes. Fontos megemlíteni, hogy minden tégely többféle színű műcsontit tartalmaz, ezáltal könnyen tudunk alkalmazkodni az ízek mellett a színekkel is a halak ízléséhez. Megvan. Mindig akkor olyan kapás, amikor éppen más csinálok. És nem figyelem a spicceket. Gondolom ezzel csak én vagyok így. Élvezett fárasztani ezekkel a vékony kis szenzitív botokkal. Érzem rajta a halnak az összes rúgását, fordulását. Most is megfordult itt, kifordítottam a nádasból. Viszont a kontaktust egy pillanatra se vesztettem el vele. Megérte várni a kapásra, mert felraktam a spéci maggotot. Hosszú ideig csak ilyen birizgálások voltak rajta. Keszegek rángatták, de nem bírtak vele, nem tudták begyömöszölni a szájukba. Aztán egyszer csak húzta a ponyt. Óvatosnak kell lennem, mert nagyon pici az a szakáll nélküli horog. Olyan pillekönnyű ez a gumicsonti, hogy egészen mélyre nyelte a pony. Ezt már horog szabadítóval kell kibányásznom szegényből. De aki ilyen pici horoggal horgászik, az legyen felkészülve. Íme a csali, szinte nem is látszódik benne ez a mini horog, pont se vette észre. Nem tudott ellenállni a finom falatnak.
Szép pontyocska, vissza is engedem gyorsan. A hidegvízi pontyhorgászathoz hozzátartozik, hogy a csalit megfelelő módon kikönnyítsük, megfelelő módon kínáljuk föl. Ez kicsit eltér a nyári felkínálástól, bár akkor is ki kell könnyíteni, ez egyértelmű, de télen ezt a végletekig kell hangolni. Ehhez én Guru QM1-es horgot használok, csak éppen 12-es méretben, ilyenkor télen már, és mellé a csalit csalitüskén fogom felkínálni, viszont nem a hagyományos csalitüskén, hanem a vékony 7 mm-es tüskén. Erre tűzöm fel a spécikon. Ennek az eredménye, itt látható mellettem az akváriumban, hogy a spécikon megemeli a horgot, ám az épp hogy csak elemelkedik a fenéktől, és a pelletkupac tetején foglal helyet. Ha már szóba került a csalitüske és a horog, érdemes azt is megemlíteni, hogy ilyenkor már a Haldorado Brax Pro 0,8 mm vastag horog előkét használom, és a végszerelék a kicsi kosárral és a Haldorado Fader gyorskapocssal lesz teljes. Mint azt látható, a spécikon közel egy centire engedtem a horogtól, ezzel is biztosítva a horog akadálytalan akadását. És ez a derűs idő hozott is egy jobb kapást. Tulajdonképpen molyoltam a cuccaim közt. Visszanéztem, már derékben volt a bot. Még szerencsére ez a rugalmas peca ki tudta dolgozni és nem került be a vízbe. Ez jó halnak tűnik. Egy újabb szép tükrös kerül fel a repertoárra. Megijesztett, majdnem elvitte a botot, de hát a technika győzött. A téli és a koratavaszi horgászatokban egy van biztos, az, hogy nem lehet biztosra menni. Azonban nagyban javíthatunk a fogási esélyeinken, ha minden apró részletre odafigyelünk, és a megfelelő etetőanyaggal és megfelelő végszerelékkel felvértezve érkezünk a vízpartra. A most bemutatott módszert és a fekete erőt azoknak javaslom, akik a legnehezebb helyzetekből is szeretne győztesként kijönni. Legyen ön is győztes!